Szinte zsúfolásig megtelt a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara előadóterme, annyi vállalkozás és pályázatíró érdeklődött a versenyképes munkaerőképzését támogató pályázati rendszer után. Jelenleg cégnagyságtól függően három forrásban nyerhetnek a vállalkozások forrásokat dolgozói képzésére és ezzel versenyképességük fenntartására. Egy KKV akár 30, egy nagy vállalat akár 600 millió forint vissza nem térítő támogatáshoz juthat a pályázat segítségével. Ezeknek a vállalkozásoknak elsősorban azt kell belátni, hogy az ő vállalkozásuknak a versenyképessége alapvetően azon múlik, hogy a cégükben dolgozó emberek versenyképes tudással rendelkeznek-e. Rendelkeznek-e azokkal a kompetenciákkal, azokkal a tudásokkal, azzal a felkészültséggel, hogy a vállalkozás versenyképes tud lenni a globális térben, a piacon. Janovics László azt mondja, azok, akik csak a profit megszerzésére törekednek és nem gondolkodnak hosszú távon, azoknak nem éri meg az a befektetés, ami a dolgozók képzésében rejlik. A hosszú és rövid távú gondolkodás közötti különbséget jól tükrözi az, hogy egy vállalkozás mennyire figyel a dolgozói képzésére, mert az ebben eredő haszon csak hosszú távon jelentkezik. Ezeket a cégeket, ezeknek az amerikai, meg német, meg angol tulajdonosai nem fognak belefektetni, mert a tudásba, a gyerekbe való befektetés, ez egy hosszú távú befektetés. Tehát itt ez csak azoknak éri meg, akik hosszú távra terveznek. Tolna megyében sikeresnek mondhatóak a vállalkozások ebben a pályázati rendszerben. Egyelőre úgy néz ki, hogy az eddig megpályázott és sikeresen elbírált pályázatok száma 16 fő a KKV körében, illetve 16 vállalkozásról beszélünk, illetve két nagy vállalatunk van, akik sikeresen már megnyerték ezt a pályázatot. A kamara arra számít, hogy december közepén esedékes zárónapig további Tolna megyei pályázatok szerepelnek majd sikeresen, és termelődik meg ezzel az innováció lehetősége számukra.